A tanulás mellett sok mindennel foglalkozik lórkerekes Viola Kincső. Ütőzök, ütős hangszereit játszok, kézilabdázok, és szoktam rajzolni rengeteget. Különböző technikával készítek ajándékokat, meg ilyen kis dolgokat. Szoktam olvasni is, nagyon szeretek olvasni. Kedvenc órám a matek. Fél évkor színötös volt, de szeret is tanulni. Napközin általában megcsinálom a házit, ha marad, akkor egy ilyen maximum negyed óra, de amúgy többet nem nagyon szoktam vele foglalkozni, mert megcsinálom napközin a házit. A kézműveskedés kiskorában kezdte el érdekelni, már a igazi profi lett. Egy éves koromban egy ilyen irkafirkát, és azóta szeretek nagyon rajzolni. Most én készítem a szülinapi meghívóimat saját kézzel, úgyhogy... De ez úgy látom, hogy nagyon élvezed is ezt. Személyre szabottan készítesz, most mondtad, hogy éppen meghívót készítesz, de amikor valakinek rajzolsz, akkor neki rajzolsz, vagy neki készítesz bármilyen technikával valamit, vagy általánosságokban inkább egy személyre szólóan? Személyre szólóan szoktam inkább készíteni. Az elejét a kedvenc színnel színezem ki, nem az enyémmel, hanem adott emberrel, embernek a kedvenc színével készítem. Úgyhogy igen. A zene és tanulás, kézműveskedés mellett a sport is belefér a mindennapokba. Első fél évben kéziztem, mert utána így féltettem a kezemet igazság szerint, hogyha esetleg, nem tudom, elesek, történik vele valami, mert hogy akkor kézizni se tudok, meg ütőzni se, de most újra kezdtem, és nagyon... Megnyerjük a meccseket. Csapatember vagy akkor ezek szerint? Igen, irányító. És mondjuk a gólokat hogyan osztjátok meg? Volt olyan meccs, ahol mondjuk sok gólt dobtál? Volt, hát így feloszlanak a gólok, mindenki szokott lőni, úgyhogy jó. Az ütős hangszerek szeretete otthonról jött. Igazság szerint apukám is zenél, meg anyukám is, ezért én is zenélek, és anyukám hegedül, apukám gitározik, én meg ütős hangszerezek, és csak úgy ki szerettem volna próbálni, és 4 éve ütőzök. Azért beszéljünk azokról a versenyekről is, amin voltál, hiszen ebben voltak azért nagyon rangos versenyek is. Voltam már országos, megyei, város... versenyeken. Az országos versenyen 2. lettem, 1. helyet nem osztottak, mert nem volt senki a legjobb, úgyhogy... De akkor tulajdonképpen te voltál a legjobb. Hát igen, annyi, hogy az ilyen csapatos volt, tehát kettő ember játszott, én meg a barátnőm. Igen, megyei versenyen 1. lettünk, tehát így 1.-2. helyen szoktunk lenni, fogunk is menni majd, úgyhogy igen. És mesemondó verseny, az kedvenc meséd? Elhangzott már mondjuk egy versenyen? Nem igazán, de volt már, amit szerettem nagyon mese, és azt mondtam. Árulta el a kis tehetség, aki meglepő módon tetováló művész szeretne lenni. Kicsit furcsa, de tetováló művész. Uha! Akkor a rajzban ennyi lesz... De te magadon el tudod képzelni, ha majd betöltöd azt az életkort, amikor már lehet, hogy magadon is lesz, vagy inkább csak másoknak szeretnél örömet szerezni? Másoknak is, meg magamnak is, mert ha nem jön be a tetováló művész, akkor vagy állatorvos, vagy sminkes, fodrász, körmös, tehát az is ilyen kreativitás. Igen. És ezzel úgymondva másnak is szerzek félig meddig örömöt. Az állatorvosra egy picit térjünk, hiszen ez egy totál más történet. Vannak otthon kis állatok esetleg, amiről gondoskodni kell, vagy szeretnél? Voltak. Volt kutyánk, teknősünk is, de igazság szerint nem szeretnék annyira állatkát, de volt. De akkor ez mire tanított meg téged az ők gondozása? Hát, hogy... gondját kell viselni, ki kell vinni esetleg sétálni, vagy valami, meg törődni kell vele. De akkor rendet, fegyelmet is tanítottak neked, hogy a rendszeresség meg legyen? Igen. Egyébként
mire vágysz, milyen versenyre szeretnél menni, ami most éppen mondjuk nincsen, de jó lenne megmutatni magad? Esetleg matek verseny, másra nem igazán. És miért pont a matek? Jó kérdés, mert anyukám is, meg apukám is kettes volt belőle. Ajaj, szegényeket most lebuktattuk, de hát ők már csak a szépre emlékeznek. Én ötös vagyok, és nagyon szerettem a matekot. Nem tudom, hogy jött, hogy a kedvencem a matek. És akkor milyen feladatokat szeretsz, amikor teszt van, és akkor ki kell választani, vagy amin gondolkodni kell? Amin gondolkodni kell. Egyértelmű, hogy nem a könnyebb, hanem a nehezebb út. Akkor ezek szerintem mindig a kis szorongalmaddal erre is készülsz. Reméljük akkor azért, hogy lesznek még versenyek a kéziben is, a csapattal akkor lesznek sikereitek, és ütősként pedig akkor reméljük, hogy sok-sok aranyat vagy első helyezést hozol még el. Igen, én is szeretnék nagyon sokszor első lenni, azt tudom, hogy még idén lesz rengeteg meccs.